Mationi Eszter iskolai csoportképe 2018 nyarán egy ajándékozás útján került a múzeum gyűjteményébe, az egykori budapesti műtermében hátramaradt nagy mennyiségű irat és fénykép gyűjteménnyel együtt. Ezek együttes feldolgozásával lehetőség nyílik a festőművész részletes életútjának és pályaképeinek megrajzolására, mely a kutatók szerint eddig kevés konkrétumot tartalmazott. Sokkal inkább Mationi elbeszélése alapján úgy fogalmaztak, regényes életet élt. Így a kép helytörténeti értéke kiemelkedő. Többféle szempontból érdekes. Érdekes, hogy Mationi Esztert láthatjuk gyerekként, amiről korábban nem volt fotónk, vagy viszonylag kevés fotó állt rendelkezésre. A múzeum gyűjteményében Mationi Eszterről, az is az idősebb korszakból, a gyerekkoráról is viszonylag keveset lehetett tudni. Tehát, hogy ő az életrajzát nagyon meseszerűen mondta el, nem inkább tényszerűen. Ez most egy érdekes tényadat. A kép külön érdekessége, hogy a Borgula fotószalonban készült. Az elkészült képek, mai nyelven szólva, marketing fogása volt a szalonnak. Egy fotós dinasztia, Borgula Ede volt az első, aki fényképészeti műtermet nyitott a családból, és az ő halála után, 1913 után az édesanyja, illetve testvér öccse Vilmos vette át a műterem működtetését. Egy nagyon ismert család, hiszen még a 20. században is bőven működtek, tulajdonképpen ma is vannak még élő leszármazottak, már talán úgy tudom nem foglalkoznak fotográfiával, de nagyon sok jelentős, vagy nagyon sok fényképen örökítették meg a szekszárdiakat. De térjünk vissza Mationi Eszterhez. Amikor a kép készült, még nem volt sejthető, hogy a kor egyik kiemelkedő magyar festőjévé válik. A polgári leányiskola ebben az időben költözött a mai Adi szakképző helyére. Igaz, nagyon rövid ideig működött iskolaként, hiszen a hamarosan elkezdődő háború miatt a hadsereg veszi birtokba. A Kovácsné Nagy Lujza vezette polgári leányiskola növendékei 1914. február 21-én még boldogan farsangoltak a Szekszárd szálló nagy termében. Az est fényét emelendő készült egy színházi előadás. A műsoron allegorikus játékok, dalok és mozgókép mellett táncdarabok szerepeltek. A helyi sajtó részletesen tudósított a jótékony célú eseményről, a tavasz ébredése, a cseggentyű tánc és a nap szakaszai címmel előadott darabok szerzője Tordai Grál Erzsébet volt, akinek művei a korszak kedvelt iskolai színjátékai közé tartoztak. A helyi sajtó szinte minden évben tudósít egy-egy előadásukról. Ez annyiban kiemelkedő, hogy annyira sikeres volt, hiszen nagyon látványos is volt. Az iskola tanárai mellett egyébként helyi képzőművész Lunova Jenő tervezte a díszleteket, tehát hogy az iskola keretein túlnyúlik ez az előadás, hiszen a Szekszárd szálló nagy termében adják elő, hát igen, ahogy a sajtó egyik fele meg is rója az iskola, vagy a szervezőket, hogy hát bizony ez egy drága mulatság volt. 1914 tavaszán vagyunk, ez egy érdekes történet, hogy egy perccel a világháború kitörése előtt, azt lehet mondani. Tehát, hogy ahogy a fényképen is látjuk, komoly díszleteket és jelmezeket készítettek ennek az előadásnak a előadásra, ami hát nagy költséget jelentett, de mégis ez a három előadás olyan sikeres volt, hogy még akkor sem tudta mindenki megnézni Szekszárdon, és ahogy az iskolai értesítőben lehet olvasni, több mint 800 korona vagy pengő bevétel is származott ebből az előadásból, amit részben az iskolai célokra, részben jótékony célokra fordította. Bár vélhetően a színjáték csak egy kedves pillanat Mationi Eszter életében, a fotótörténet és a hozzá kapcsolódó helytörténeti érdekességek fontos adalékai a múzeum gyűjteményének.